Barta úr, volt szó arról, hogy a pásztorkutyák és a farkasok között milyenek az erőviszonyok, és hát abban milyenek a viszonyok. Hát azért él abban a régióban, ahol ön él, egy farkasnál sokkal nagyobb ragadozó, ráadásul elképesztő számban, a medvék. Mi a helyzet a medvék és a kutyák találkozása esetén? Van esélye bármiféle kutyának, vagy kutya falkának medvével szemben? Szeretnél te is új kutyás filmeket nézni folyamatosan, és ezért támogatnád például a Dogcast TV csatornát? Legyenek filmek például a kedvenc kutyafajtádról is? Emellett jó lenne a lehető legjobb kutyakajákkal, kutyatápokkal etetni a saját kedvencedet? Mi is ezt szeretnénk, tedd a kettőt egyszerre. Teszteltük a tápokat, ők nyertek. Rendelj te is tőlünk, így a kutyádnak is segítesz, és nem utolsó sorban nekünk is, hogy tovább működtethessük ezt a csatornát. Hát mire? Mire van esélye? Inkább így lehetne megfogalmazni a kérdést, hogy mire van esélye, mert arra, hogy egy kifejlett medvét, akár a világ legjobb falkája is úgy megölje, hogy a városi urbán mítoszokban van, az teljesen értelmetlen, meg nonsens, meg nevetséges. Tehát én láttam medvét megölve, de nem a kutyák által, hanem a gazdák által, a pásztorok ölték meg a medvét, és kihívtak, hogy nézzem meg, és átbogaráztam az egész medvét, egy ilyen 150 kilós, 200 körüli, nem tudom jól megítélni, ugye a medvéknek a súlyát, nincs abban gyakorlatom, de ők is mondták meg, én is úgy satszoltam, hogy 150-200 kilós medve lett, ami már azért nem egy kis medve, vannak ennél nagyobbak is, és áttapogattam az egész állatot, és azt láttam, hogy a bőrét nem tudják átharapni. Tehát nem tudják kiukasztani a bőrét a medvének. Olyan vastag a bőres, mint ugye ott van az a szőr is, az erős prőd, mint a kefe, olyan szőre. Tehát, hogy nem az történik, hogy megölik, itt sem azt történik, hogy a kutyák megölték, hanem az történik, hogy annyira lefogják, illetve egyrészt annyira kifárasztják, utána meg, ha már kifáradt, annyira lefogják, hogy a pásztorok, akik elég bátor legények, egy hosszú lándzsával, vagy hosszú nyelű baltával, nagyon hosszú nyelű baltával oda mennek, és vagy ledöfik, vagy agyonütik a medvét. Tehát így, és akkor esetleg úgy adják el a sztorit, hogy na, megölték a kutyák a medvét. Mert hogy ne ők csinálják, mert ez tulajdonképpen köztörvényes bűncselekmény egy medvét csak úgy megölni. Ugye védett állat, vadászni lehet, bizonyos feltételek és szabályok mellett, de csak úgy egy pásztor megöl egy medvét, az egy bűncselekmény. És ezért is hajlamosak azt mondani, hogy a kutyák ölték, mert mi nem mit csinálunk, a kutyák bementek az erdőbe, és megölték, mit csináljunk. Mert ugye egy vaddisznót adott esetben meg tudnak ölni, vagy egy medvebocsot akár, vagy én esetemben egy farkast is nagyon ritkán, de egy nagy kifejlett egészséges medvét, az teljesen képtelenség. És én éreztem is, amikor eljutom a fejig, akkor látom, hogy a koponyája, mert szerettem volna a koponyát megszerezni, de hát értektelen volt a koponya, mert teljesen össze volt törve az egész koponya. Tehát a fejét ütték a baltával, nekik ilyen hosszú nyelű baltájuk volt, nem a lándzsa, és úgy szétverték a koponyáját, hogy értéktelenné, csak a fogait lehetett volna megmenteni, de még abból is betörtek szerintem, ha jól emlékszem. Úgyhogy ilyet láttam, és mondom, láttam, hogy nincs jelentős seb, amit a kutyák eltettek volna, tehát én ismerem, tudom, milyen egy kutya harapás, mert láttam kutyákat egymás közt verekedni, láttam, milyen sebet okoznak egymásnak, de tudom az, amikor egy bőrt a kutya átharap, vagy megszakít, hogy az hogy néz ki, ezen az állaton ilyesmi nem volt. Tehát egyszerűen nem tudtak vele addig se jutni, hogy a bőrét átharapják, olyan borzasztó vastag erős a bőre. A másik meg, ami nagyon fontos a medvén, ugye, hogy a meglepő módon nagyon gyors, és hát borzasztó erős. És mivel ezek a medvék, amelyek a kutyákra veszélyt jelentenek, illetve a nyájára veszélyt jelentenek, ezek a ragadozó típusú medvék, azok, akik húst is esznek. Mert ugye a medvéknek, amennyire én tudom, van egy olyan populációja, vagy vannak olyan medvék, amik még nem kaptak rá húsra. Bár megvan a lehetőségük, a medvéknek nagyon szépen ki tud alakulni spontán módon is, hogy rákapjon a húsra,
kezdve attól először hangyákat teszik, aztán talán egy jegeret, és akkor azt teszi meg, meg egy dögöt, és akkor szépen rávezeti saját magát a természetben a húsra. De ugye ma, hogy van ez a vadászati üzletág, és itt gyakorlatilag a medvéket etetik, és sokszor hússal etetik, így ez föl van gyorsítva ez a folyamat, és a medvék sokkal hamarabb válnak vérmedvévé, vagy húsevő medvévé, mint gondolom régebb, amikor ezt nem így csinálták. Ezeket nem tudom pontosan. De a lényeg az, hogy azok a medvék, amik a kutyákra veszélyt jelentenek, amik támadják a nyelvet, azok általában húsevő, dögevő, vadászó medvék, ami azt jelenti, hogy folyton elássák, nem tudják egyszerre megölnek mondjuk egy tehenet, vagy egy nagyobb juhot is, és ha nem tudja megenni, akkor elássa. És utána rájár a dögre, és képesek hihetetlen módon megrothat dögöket is még megenni a medvék. De most ez azt is jelenti, hogy mindig ki kell ásni, újra el kell ásni, tehát megtelik a körmük, olyan baktériumflóra van, hogy amikor a kutyát azzal megsebzi, hát azt antibiotikum nélkül nagyon kevés kutya viszi át. Tehát olyan, mintha mint az őserdő, vagy mérgezett nyilakkal, vagy mérgezett fúvó, töltetű fúvó csövekkel hadakoznak egymással, vagy vadásznak az ottaniak. Itt ugyanez van, hogy a medve azzal együtt, hogy milyen erős, hogy milyen gyors, meg mekkora karmai vannak, még ellátja egy olyan baktérium flórával is, akár spontánul, tudattalanul a körme alját, hogy amikor azzal megsújint egy állatot, és azt felszakítja valamelyik testrészén, akkor az olyan baktériumflóra kerül be, hogy ha nem osz neki antibiotikumot, akkor elpusztul. És ez így együtt, ez egy borzasztó veszélyes üzem. De mondom, nem veszélyesebb, mint a farkasé. Mert az a jó a medve, hogy medve nincs annyira ritka, hogyha medve specializáljon a kutyára. Tehát a medvék valamiért, nem tudom miért, de ritkálom azt, hogy kifejezetten kutyákat akar összeszedni, és megölni, meg megenni. Nem tudom, ez ritkább. Előfordul ilyen, hogy a farkasokról sokkal többször hallatszik, hogy halljuk, hogy kifejezetten a kutyákat próbálják elkapni. De nem a jókra tör rá, ez is nagyon érdekes, hogy valamikor kifejezetten a jót próbálja támadni a farkas, vagy a farkasfalka, de valamikor nem, hanem a kutyát. És sosem tudjuk eldönteni, hogy most akkor vajon miért nem. Vagy ő valami olyan úgy látta a szituációt, amit mi nem látunk át teljesen, mert ugye nincs az ő szaglásuk, vagy az ő hallása, hogy olyannak ítélte a szituációt, a helyzetet, hogy jobb, ha most jót ragad el. Vagy máskor meg önnek ítélte a helyzetet, hogy jobb, hogyha egy kutyát ragad el. Ezt mi nem tudhatjuk, mert nem rendelkezünk az ő érzékszerveivel. Csak azt látjuk, hogy hol a kutyára hegyezi rá magát, hol a júra. És viszont a medvén is sokkal ritkább, hogy a kutyát akarná, ugyanis a medve sokkal jobb biztonságban érzi magát egy ilyen támadás esetén. Tehát ő sokkal védettebb, nagyobb, vastagabb a bőre, tehát ő nem kell annyira vigyázzon magára, mint egy farkas. És ezért valószínűleg jobban ragaszkodhat a bevett stratégiáihoz. Mert a farkas sérülékenyebb azért ilyen szempontból, ő azért jobban kell, rugalmasabb kell legyen a stratégia megválasztásában, mint a medve. Hogy a kutyák munkája azon alapul a medvével kapcsolatban, nem az, hogy megölik, vagy hasonló, hanem hogy a kutyának láttam például olyan videó felvételt, biztos hallott lajkákról, orosz lajkákról, amikkel vadászkutyák, de ilyen erdei körülmények között vadásznak, úgy tudom, nem biztos, hogy így van, de úgy tudom, hogy elengednek két lajkát, és akkor megindulnak a szibériai erdő végtelenjébe, és akkor ezek a szívós orosz fickók, ezek mennek egész nap utánuk, és akkor egyszer csak megtalálnak egy medvét, és akkor elkezdik csaholni, akkor hallják, hogy merre csaholnak a kutyák, és mennek utánuk. És az a lényeg, hogy a medvébe belefognak ezek a, láttam ilyen videót, hogy a medve egy nagyon hosszú láncra ki volt kötve, és akkor a két lajka hogy dolgozik rajta. És nagyon szépen meg tudták állítani a medvét. Mert hol az egyik csipet bele, hol a másik. És a medvének van egy olyan reflexe, hogy ha valami belecsip, akkor odafordul, és igyekszik magáról lecsapni, leütni. És lehet, hogy ez őt becsapja, mert jobb, ha lenne, ha menne, de nem, mert ő érzi, hogy megfogták, és akkor odafordul. És ezzel nagyon jó ki lehet fárasztani, ha több kutya van, mert hol az egyik ragad, fog bele, és ugrik el, hol a másik ragad, és ugrik el tőle. Na most a lajkákról azt kell tudni, hogy hihetetlen szívósak. Tehát egy lajka sokkal többet tud menni, mint egy pásztorkutya, kisebb, könnyebb felépítésű, ezért sokkal többet is tud menni, amit egy könnyű távfutó, egy középtávfutóhoz képest. És a két lajka ki tud úgy fárasztani egy medvét, mint mondjuk 6 jó pásztorkutya. De a 6 jó pásztorkutya is, ha jól végzi a dolgát, akkor ki tudja fárasztani. Persze úgy, hogy ők is teljesen kimerülnek. Tehát a 6 kutya teljesen kimerül, mivel egy medvét annyira elfárasztanak ebben az oda-visszában. Nem azt mondja, hogy rárontanak, és akkor öldösik, hanem egyszerűen csak belecsípnek. Belecsípnek, beleragadnak, belefognak valahol a hátsó combjába, valahol, és akkor a medve fordul felé, hogyha csapja le magáról, de már ugrik is el.
És addig a másik kutya ezt figyeli, ő, akkor ő csap le a medvére. És akkor visszafordul a medvére, ő csap, és akkor ez megy. A több kutya több irányból, és egymást váltva, egyik elfárad, kicsit hátrább húzódik, a másik jön előre, akkor ő végzi a munka nagy részét. Tehát egymást váltva, állandóan a medvét mozgatva, így sikerül annyira lefárasztaniuk aztán, vagy beszorítaniuk valahova, ahol aztán esetleg le tudják szorítani, és akkor jön az ember, és le tudja döfni akár. Na most nem láttam ilyet soha, csak az eredményét láttam, hogy a medve ma agyon van ütve. Tehát valószínűleg le kellett fogják, mert ha mozgásba lett volna, nem tudtak volna odaférni hozzá. Vagy le kellett lassítsák, hogy utol tudják érni annyira, hogy többször olyan erővel fejbe tudják ütni, hogy aztán a medve ugye egyre jobban elkábul, egyre jobban elveszíti a koordinációját, és akkor egyre jobban erőt lehet venni rajta. Tehát mindenképpen le kell lassítsák, mindenképpen kell immobilizálják a medvét ahhoz, hogy az ember odaférjen hozzá. Tehát körülbelül ezt így kell elképzelni, ezt a hárító stratégiát, hogy elfárasztják a medvét, amit aztán így tovább tudnak fokozni, hogyha a pásztor nagyon eltökélt, hogy annyira dühös már a medvére, mert elhordott már 10 juhot és egy-két marhát, akkor már annyi dű van benne, hogy már meg akarja ölni, és akkor végigcsinálja ezt a cirkusz. De a szabályos eset és a normál eset és a támogatható stratégia az az, hogy a kutyák olyan keményen kifárasztják így a medvét, hogy akkor egy idő után odébb áll. Tehát nem tud közel jutni a nyájhoz, mert ezek a belefogások állandóan megállítják, állandóan arra kényszerítik, hogy visszaforduljon, hogy dolgozzon a kutyákkal, és közben meg annyira elfárad, hogy utána már nem marad ereje bemenni a jók közé, ott ölni belőlük, elvinni őket. Tehát ez a klasszikus harc, hárításos harc, ami nagyon veszélyes. Tehát azzal együtt, hogy csak hárítnak tulajdonképpen, életveszélyes hárítás. Mert egy rossz mozdulat, és a medve eltalálja. És úgy is eltalálhatja, hogy azonnal meghal a kutya. Azonnal elpusztul. Vagy perceken belül. De úgy is eltalálhatja, hogyha megműtik és antibiotikumunk, akkor az már megmarad. De nagyon sokszor megtörténik az, hogy egy ilyen nagyon durván megsült kutya többet nem megy aztán a medvére. Tehát tulajdonképpen medve ellen kikapcsolódik. Tehát megmarad, megél, de már medve ellen nem használ. Farkasra még megy, de a medvére már nem megy. És elvesztetted, mint medve elleni harcos. Mert már többet olyan szinten traumatizálódik. Van olyan kutya is, hogy úgy kell megmenteni a halál torkából, és utána megint megy a medvére. Tehát ilyen is van. Tehát akkor a spektrum ez, hogy nem győz az ember föltérképezni, meg számba venni, hogy hányféle variáció van. De mondom, a szabványos, illetve a szabályos, az elfogadott és a hosszú távon működhetető, fenntartható harcmodor az ez, hogy belefognak, bele kell fogni, tehát nem elég az, hogy csak körbeugatják. Tehát ez egy nagyon izgalmas, és ez megint legalább egy fél órás kitérő lenne, hogy az ottani románoknak a kutyáik nem olyan kemények, mint ezek a keleti kutyák. És ez azt jelenti, hogy sokkal könnyebb falkában is tartani őket, nincs annyi probléma, egymás közt nem verekednek, nem ölik olyan könnyen egymást. A szomszéd falkák sem tesznek annyira kárt egymásba, ezért sokkal könnyebb velük így bánni. Viszont ott megvan az a jelenség, hogy a medvére, amikor rámennek, ott kell legyen az ember is. Tehát az emberi segítséget, az emberi fegyveres jelenlétet igénylik ezek a kutyák, mert nem olyan kemények, mint a keletiek. A keletiek, a mieink, amikor kezdtünk fedeztetni ottani pásztoroknak kutyát, az első döbbenete az volt a pásztoroknak, hogy ezek a kutyák önállóan is annyira keményen mennek a medvére, hogy önállóan is el tudják nyomni. Nem kell az emberi segítség. Viszont megvan az a hátrányuk, hogy annyira élesek, annyira kemények, hogy egymás között is gyakrabban verekednek és durvábban verekednek, meg a falkák egymással is durvábban verekednek és több a haláleset. Tehát, hogy nehezebb menedzselni őket így a kutya-kutya közötti viszonylatokban, akár falkán belül, akár farkán kívül, de viszont a vadra, a ragadozókra önállóan jobbak. A másik párt meg azt mondja, hogy nem kell nekem olyan kemény, inkább segítek, ott vagyok, de egymás közt nem marakodjanak, meg a szomszéd falkával nem marakodjanak. És ez megint két lehetőség, hogy mind a kettőt meg lehet játszani.